A korábbi ügyvezető igazgató Berlinger Attila mellett Gonda Mária volt a Kulturális Központ igazgató helyettese. 2004-ben kerültem a Művészetek Házába. Baki Péter volt akkor még az igazgató, és a Művészetek Háza nem tartozott még a Babits-Mely Kulturális Központhoz. Önálló intézmény volt. Sajnos nem sokáig, mert hogy 2005-ben integrálták a Babits-Mely Kulturális Központba. Baki Pétertől kaptam szerintem a művészetek iránti fogékonyságomat, illetve a művészetek szeretetét, és az ott dolgozó kolléganőktől pedig az alázatot tanultam meg, a munkához való hozzáállást, és azt az alázatot, amit nagyon kevés helyen tapasztaltam úgy egyébként. A Művészetek Háza előző igazgatója dr. Méri Éva volt, ugye őt sem kell senkinek bemutatni, és azt is látjuk, hogy minden rendezvényen majdnem, hogy megfordul. És ez is szerintem egy olyan indítatás, amiből sokan tanulhatunk. Tehát nem csak addig volt neki fontos a Művészetek Háza, amíg ő vezette, hanem azután is folyamatosan nyomon kíséri a működését. A következő főnököm ugye Matókné Kapási Júla volt. Júlától az elhivatottságot tanultam, illetve láttam azt a munkához való hozzáállást, amit szerintem magamévá tudtam tenni, és tőle, meg még itt néhány csoportvezetőtől szintén látom, ugye mindenki ismeri a Tücsök Zenész Színpad vezetőjét, Béresné Kollár Évát, aki szintén ez a fajta elhivatottságú ember. A következő igazgatónk Halmai Robi volt, tőle a rendszert, a rendszernek a fontosságát tanultuk. Neki köszönhetjük egyébként azt az adatbázist, amiből a mai napig is dolgozunk, és ami sokkal megkönnyítette a munkánkat, vagy nagyban megkönnyítette a munkánkat, és a mai napig is megkönnyíti. És akkor említhetném még így folyamatában az összes többit, de ugye utolsó igazgatónk Berlinger Attila volt, akitől viszont az önmérsékletet próbáltam, illetve valamilyen szinten talán sikerült is megtanulnom. Én eléggé vehemens ember vagyok, és azonnal véleményt alkotok, amit nem biztos, hogy mindig nagyon jó, és hogy számoljunk el magunkba 100-ig, mielőtt kifejezzük azt, amit gondolunk, úgyhogy Attilától ez sikerült talán valamennyire elsajátítanom, illetve igyekszem elsajátítani, és köszönöm neki a bizalmat, amivel megtisztelt, majd igyekszem úgy tenni, hogy ennek meg is feleljek. Őket mindenképp szerettem volna megemlíteni, mert azt hiszem, hogy ők olyan emberek, akikről érdemes beszélni, meg fontos. És az is nagyon fontos, hogy tehát amikor engem kineveztek, most ugye csütörtökön volt a közgyűlés, akkor én utána nagyon rossz állapotba kerültem. Nekem ez egy iszonyatos nagy megtiszteltetés, hogy olyan emberek nyomdokaiba léphettem, mint akiket az előbb említettem. Tulajdonképpen én, ha úgy fogalmazhatok, akkor szokták mondani, hogy a szamellétrát végigjártam. Elég sok területen dolgoztam, de minden igazgatónak volt egy liblingje, és nekem ez a Művészetek Háza. És most arra törekszem, hogy a régi fényében tudjon pompázni. Azért volt időszak, amikor sajnos be kellett zárnunk, a gazdasági helyzet nem engedte meg, hogy nyitva tartsuk, de a Művészetek Háza idén 40 éves fennállását ünnepli. Augusztus 25-én készülünk egy jubileummal, és az a tervem, hogy az augusztus 25-i jubileumtól egy éven keresztül a 40 évet 40 olyan produkcióval ünnepeljük, ami méltó a házhoz, és olyan embereket szeretnék meghívni, művészeket, akár a zene, akár a képzőművészetek területén, akik ezzel a 40 év alatt megfordultak a házban, illetve akik támogatták az ott folyó munkát. Az ügyvezető igazgató a Művészetek Háza 40 éves fennállásának jubileumi programjáról még teljes terjedelmében nem számolt be nekünk, de részleteket elárult. Az biztos, hogy a jubileumi koncert, illetve a jubileumi rendezvénynek a közreműködője a Szekszárdi Kamarazenekar és a Szekszárdi Madrigál Kórus, hiszen ők részt vettek a megnyitókor is a programok sorában. És az első kiállítás az Bazsonyi Arany és Becsési Sándor festőművészek kiállítása volt, és ezt a 40 éves jubileumot szintén az ő kiállításuk megrendezésével szeretnénk indítani, illetve ezt a jubileumi évet. Szekszárdi születinapok az minden évben egy nagy kihívás.
A programok azok nagyjából összeálltak, most zajlanak az utolsó egyeztetések, szerződéskötések. Igazából kedvencem nem így van, hogy megneveznék egy rendezvényt, mindig az aktuális, ami éppen a kedvencem. Annak örülök főleg, amikor olyan visszajelzést kapunk az emberektől, akik megfordulnak a rendezvényen, hogy fú, ez nagyon-nagyon jó volt. Tehát néhány évvel ezelőtt volt egy karácsonyi adventi időszakban egy koncert, amiről úgy jöttek ki az emberek, hogy nem is nekünk, de egymás között beszélték azt, hogy ez egy milyen nagyon-nagyon jó koncert volt, és hogy ez az év koncertje volt tulajdonképpen, és ez az, amiért azt gondolom, hogy így érdemes. Ezek azok a fontos momentumok. Vagy egy színházi szünetben, amikor megállít valaki, és azt mondja, hogy fú, de jó programjaitok voltak már eddig is, és hogy milyen jók lesznek, és hogy szívesen jövünk, és köszönjük. Ugye itt volt a Covid, egy csomó ideig nem tudtunk olyan programokat szervezni, ahol az embereket személyesen tudtuk fogadni, és először nehéz volt visszahozni a közönséget, most viszont már azt gondolom, hogy talán dömping is van. Tehát olyan sokan jelentkeznek egyébként is hozzánk terembérletben is, hogy már néha nem tudunk helyet biztosítani. Tehát december 31-ig most már új rendezvényt fel sem tudunk venni, mert hogy annyira megtelt a repertoár. Fél évre kaptam a kinevezést, december 31-ig, közben majd kiírják a pályázatot. Addig azért nekem nem biztos, hogy nem lesznek álmatlan éjszakáim, mert hogy azért én próbálok mindig a tökéletes felé húzni, ami azért elég megterhelő, meg nehéz tud lenni, és hát elég kevesen is vagyunk. Az a szerencse itt nálunk, hogy olyan teherbírású kollégáim vannak, akik szerintem nem sok helyen fordulnak meg. Tehát akár a szakmai területen, akár a technikusok soraiban, meg a kommunikáció terén is nagyon-nagyon sok olyan ember van, aki elhivatott, és szereti azt, amit csinál, és abszolút lojális az intézményhez. És ezért így talán egy picit könnyebb, illetve hát nélkülük ez nem is működhetne.